Az ebejelentő.gov.hu oldalon a közműcégek mellett megjelentek a telekommunikációs vállalatok, ezzel is megkönnyítve az emberek adatváltozással kapcsolatos ügyintézését. Mostantól már nem kell bemenni személyesen, ha a telefon, internet vagy televízió szerződést, költözés vagy névváltozás miatt módosítani kell. Akár otthonról is el lehet intézni, ami nagyon nagy könnyebbség, és nem mellékesen időspórolás az ügyfeleknek. Gombaismereti workshopot indít a Cegléd és Térsége Ipartestület. Az oktatás 10 alkalomból áll, szerdánként heti 2,5 órás időtartamban. Az érdeklődők felsőfokú gombaismereti, gombaszakellenőri végzettséggel rendelkező szakembertől hallhatják a hiteles információkat. A gombászásnak Cegléd térségében is nagy hagyománya van, és fontos, hogy az erdőt járók és gombát gyűjtögetők tudják, melyik gomba milyen fajta és milyen tulajdonsággal rendelkezik. A workshopra még lehet jelentkezni az Ipartestület székházában. Véget vetett a trükközésnek, a vevők megtévesztésének az árfigyelő honlapon a gazdasági versenyhivatal. Vannak ugyanis olyan kereskedők, akik a boltjaikban nem egységesen árazzák az adott terméket, és csupán néhány üzletükben olcsó például a paprika vagy a pékáru. Ezek a kereskedők azokat az árakat jelölték meg az árfigyelőn, amik a legalacsonyabbak náluk, de csak néhány üzletükben ilyen olcsó. Mindezt tették azért, hogy az ár szerinti rangsorban, amit a vevők kiválaszthatnak, a legjobb pozícióba kerüljenek és piaci előnyhöz jussanak. A vevők őket válasszák. A GVH mostantól csak azokat az árakat engedi megjeleníteni a termékkártyákon, ami az adott kereskedés üzleteinek legalább 80%-ában ugyanannyi. A vevő tehát biztos lehet abban, hogy ha a kiválasztott üzletbe megy, valóban annyiért kapja az adott terméket, ami az árfigyelő honlapon fel van tüntetve.